Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Szentes Televíziónak a pénteki műsorát látják. Péntekről lévén szó már hagyományosan a színháznak a Szentesi Szalon programját láthatják, valamint a Szentes Annó című műsorunkat is. Ha kedvük és időjük engedi, akkor a mai napon is tartsanak a Szentes Televízióval. Már is kezdődik műsorunk. Több mint egy éve tart a háború és a pusztítás. Több mint egy éve szenved Európa gazdasága. Több mint egy éve mi fizetjük a háború árát. És Brüsszelnek még mindig nincs terve a békére. Az infláció tönkreteszi Európát, de Brüsszel csak további szankciókat erőltet. A háború végét nem a szankciók, hanem a béketárgyalások hozhatják el. Brüsszelnek meg kell hallania az emberek hangját. A Szentes Televízió napi aktuálrovatát látják. Mai rovatunkban már hagyományosan a Tóth József Színház és Vigadó Szentesi Szalon elnevezésű programsorozatát láthatják. A művész Fészek és Viola Szandra vendégei, Száraz Miklós György, Magyarország Babérkoszorúja díjas író és Tompos Kátya, Jászai Mari díjas színművész voltak. Tekintsék meg most a beszélgetés második és egyben utolsó részét. Mindig szeretem megnézni a dolgok másik oldalát, vagyis a pozitívumokat is, mert ugyan lehetetlen ezeket a borzalmakat zárójelbe tenni, de ha már mondjuk az van, hogy több nemzetiségnek kell egymás mellett élnie, akkor ez lehet kulturálisan megtermékenyítő. Tehát, hogy kialakul egy olyan szubkultúra, vagy egy olyan plusz íz, ami mondjuk a budapestiekben nem feltétlenül. És ezeket szeretem csemegézni a szövegben, például... Ezért, többek közt ezért gyönyörű Andalúzia, az előbb mondtam, zsidó, cigány, arab, berber, spanyol, kelta, jászolán. Igen, és Felvidék. Szóval, és Felvidék, hogy... és Erdély. És Erdély a maga, nem a mai sajnos, hanem az a bizonyos sok kultúrájú, sok népű, sok nemzetiségű, sok vallású. Tehát itt vannak például az olyan kis csemegék, mint a Jalovica, ami már a név miatt is gondolom, hogy nem a magyar néphit elemei közé tartozik. Ez valami ilyen tündéris, boszorkányszerű szerzet, aki így elrontja a napját az embernek, bal szerencsét hoz, elszívja az életenergiáját. Tehát a főhős, amikor meglátja azt a vörös hajú nőt, aki aztán vöröskeként majd a barátnője lesz, akkor ez ugrik be neki, hogy úristen, megtaláltam a Jalovicát. Ezt például honnan szedted, ezt az infót? Ez csalás, mert ezt én találtam ki, és a szót nem, hanem nagyon imádtam, hogy a García Márquez számos interjújában bevallotta, hogy neki vannak olyan emberek, akiket ha meglátja és megérzi a kisugárzását, akkor el kell menekülnie. Ott hagyja az előadást. Ki megy a moziból, elmegy a színházból. Ott hagyja a települést. Cadaqués-ből úgy menekült el, például Cadaqués az Katalónia, Figueras környéke, és igazából Salvador Dali világa, de járt ott García Márquez is, és a Tramontana, ez egy borzalmas szél, a Tramontana miatt menekült, de ugyanúgy menekül bizonyos emberektől. És azt mondja, hogy azoknak az embereknek nem kell gonosznak lenniük, nem kell ocsmány népség számára, akaratlanul is, egy térben lenni, egy levegőt szívni veszélyes, mert akár halált hozhat, de mindenképpen valami borzalmas dolog fog történni. Na ezt én annyira imádtam, hogy így, nem tudom, hogy ez igaz-e, van-e ilyen, nincs-e ilyen, én minden esetre beleszerettem, úgyhogy ezt szépen elemeltem a García Márqueztől, és kitaláltam a Jalovicát, ami valójában különböző szláv nyelvjárásokban, főleg a felvidékiben terméketlen földet, gyümölcsöt nem hozó fát, illetve olyan embert, aki utód nemzésre képtelennek bizony, tehát meddő asszony, vagy meddő férfi, vagy képes, nem képes állatot is jelenti. Tehát a terméketlenség és a tovább fejlődés lehetőségének a lezárása, és erre annyit piszkált vele a Tarján Tamás, aki meghalt szegény, és
És ez a Jalovica annyira érdekelte, rákérdezett, elmondtam neki, amit most, de letagadtam a García Márquezt, illetve elhallgattam. Tehát nem jöhetett rá, és de ő megfejtette ezt a terméketlen, meg ezt a fajta jelentést, és kvázi néprajzi, irodalmi néprajzi jelentőséget tulajdonított, aminek nagyon örülnék, ha így lenne, miközben nem igaz. Akkor adtál valamit a szlovák néprajznak. Igen. És különben kösz, nem beszéltük meg komolyan, engem is váratlanul ért a kérdés. És még mindig így a kultúra köziség mesdjén haladva, Kátya, arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben határozza meg a te identitásodat az, hogy édesanyád orosz? Hát nagyon sokban. Nagyon sokban igazából, mert hát nálunk úgy alakult ez az egész, hogy ugye apukám kint tanult Leningrádban, akkori Leningrád, Szentpétervár, és aztán Moszkvába költözött, és ott kapott munkát a KGST-nél. És megismerkedett anyukámmal, és apukám ugye a magyar. És aztán ők összeházasodtak. Szerelmesek lettek egymásba, összeházasodtak. És akkor születtem én, és hát apukám Magyarországra hozta anyukámat, ő még itt nem nagyon értett semmit se, nem is nagyon igyekezett, hogy most úgy nagyon megtanulja a nyelvet, inkább úgy az emberektől tanult meg. Valószínűleg benne volt ez a, ugye a győztes népnek az identitása, amit gyakorlatilag kiskoruktól kezdve beléjük neveltek a Szovjetunióban, hogy hát megnyerték a világháborút, hogy hát óriási véráldozattal és rengeteg halállal, de mégis mindig az orosz nép az mindig győz. És hát erre később jöttem rá, hogy benne gyakorlatilag alapból is egy ilyen nagyon energikus nő, de hogy ez adja az energiatöbletet, hogy mi oroszok vagyunk, és az orosság, és az, hogy ő innen származik, ő erre mindig nagyon-nagyon büszke volt, és engem is így nevelt. És akkor ott volt az apukám, aki meg mentalitásban egy egészen más, egy nagyon zárkózott, túl szerény, túlságosan csendes ember volt, aki nagyon okos volt, hát gyakorlatilag egy első generációs értelmiségi, tehát ő egy nagyon szegény paraszt családból, 10 voltak testvérek, felküzdötte magát a fővárosba, és villamosmérnök lett, és nagyon értett az atomfizikához, a Paksi atomerőműnek volt egy bizonyos ideig a biztonságért felelős kurátora, és hát az egész család ilyen iszonyú büszke volt rá, hogy kikupálta magát, és mindig jött a Karcsi, Karcsinak hívták, ha a Karcsi jött Villányban, mert Villányban lakott a rokonság nagy része, tehát a testvérei, hogy a Karcsi volt a sztár a faluban, hogy itt van a Karcsi, itt van, és hogy mindenki, aki találkozni szeretne vele, az most jöjjön. És nagyon érdekes volt, mert 6 éves koromban, tehát 89-ben a rendszerváltás előtt ő meghalt. Sajnos egy gyors lefolyású, daganatos betegségben. És az anyukám maradt velem, aki már egy kicsit jobban beszélt magyarul, de még mindig egy ilyen teljesen a saját világában élő orosz forgószél volt. És lehet, hogy ez hasonlít ez. Igen, ez benne is van a regényben, ott a nagymama. Van benne valami? Ja, nem, az anyuka, ő az, aki forgószél, és a nagymama mindig mérges lesz, mert hogy ugye a főszereplőnek is, neki az anyukája az, aki elhunyt, és mindig, amikor a szél simogatja, akkor azt éli meg, hogy most biztos az édesanyja simogatja, vagy hát így ezáltal emlékezik, és nagyon érdekes, hogy akkor sajátoddá tetted egy picit ezt a metaforát, vagy a saját képedre formáltad most. Igen, na most ő nem ez a simogatós anyuka, tehát ő ez az igazi, tehát most nagyon durvát fogok mondani, de tessék, kemény vonalas, igen, tehát ő azt mondta, amit a nagyanyám mondott neki, de mondjuk a nagyanyámnál már egy fokkal szelídebbé vált, tehát hogy azért ő változtatott ezen a meneten, azt mondta, hogy a jót, a jó tetteket ököllel kell adni. És ezt én így, azt mondta, hogy de hát ilyen nincs, ez nem igaz, hát ez egy hülyeség. És mindig mondta, hogy de igen, tehát hogy a jóságnak ököllel kell történnie. Tehát, hogy, és ebben minden benne van tényleg, ebben minden,
minden benne van, amit róla kell tudni, hogy közben egy iszonyatosan szeretetteljes, önzetlen lény, aki nem, tehát hogy olyan eszközökkel fejezte ki a szeretetét, ami, mivel én az apukámra hasonlítok, tehát hogy én inkább az apukámnak a mentalitását örököltem, nekem ez, tehát hogy ez egy iszonyatosan traumatikus szeretet volt. Tehát egy nagyon nagy szeretet, de egy nagy traumákat okozó szeretet, amit most már felnőtt koromra szépen így helyre tudtam tenni, hogy mi miért történt úgy, ahogy történt. És mindegy, azt akartam ebből kihozni, hogy 6 éves koromtól kezdve, ugye az anyukám nevelt engem, és az egy, tehát a mi lakásunk az általa egy ilyen mini Oroszország volt. Tehát orosz ételeket ettünk, állandóan az orosz tévé ment, 3 tévénk volt, vagy hát neki még van is, a konyhában, a nagyszobában és az ő hálószobájában, mindegyiken 3 külön orosz csatorna ment, tehát hogy egy ilyen iszonyat zaj volt de a lakásban, de hogy én csak orosz beszédet hallottam, így általa is, meg a tévé által is, meg hallgattuk ezeket az esztrád műsorokat, azok voltak a sztárok, a popénekesek, stb. Szóval, és mindig ebből a környezetből szakadtam ki a magyar környezetbe. És ott mindig egy kicsit, hogy begörcsöltem. Tehát, hogy olyan frusztrált, nem tudtam, hogy miért érzem olyan frusztráltnak magam. Először is az óvodában, amikor először elvittek, nagyon izgultak a szüleim, hogy hát akkor még anyukám beszélt velem többet, tehát jobban beszéltem oroszul, mit tudom, 3-4 éves gyerekként, mint magyarul, és úgy féltek, hogy úristen, hogy fog kommunikálni a kisgyerek, meg nem fogják-e kiutálni a picik, meg ilyesmi. És állítólag, én erre már nem emlékszem, de valahogy úgy szól a családi legenda, hogy megérkeztek értem az első nap az óvodában, és a gyerekek ilyen kórusban énekeltek ilyen szovjet induló dalokat, ezek a Rászvitáli, Ablagyigrus, ezeket. Tehát, hogy azt mondták, hogy megtanítottam nekik ilyeneket. És aztán valahogy rendeződött nekem a nyelv is, azáltal, hogy néha beszélgettem oroszul az óvodatársaimmal, és akkor mondták, hogy ezt nem értjük. De mondom, de az előbb még értetted. Eddig értetted, aztán már nem értetted. Az hogy lehet, hogy eddig érthetően beszéltél, most meg már nem érthető. És akkor kiderült, hogy mert akkor váltottam oroszra, mert nálunk ez teljesen természetes volt, hogy éppen váltok, mert most éppen úgy van kedvem. Szóval ez volt nagyon nehéz megszokni. Meg ezt a nagy különbséget a két mentalitás között, hogy az oroszoknál lehet így, és lehet hangosan beszélni, és mindent lehet, és minden olyan harsány. És amikor mentünk a buszon, és az anyukám oroszul üvöltötte le a fejemet, akkor én így összementem kicsire, mert mindenki minket nézett. Szóval ezek voltak, de hogy ezt már tovább lehet gondolni, ezeket a helyzeteket. És arra lennék még kíváncsi, hogy az ökölszabályon kívül mi az, amit még úgy magadévá tettél, nyilván a mondat első fele csak vicc volt, amit most így felnőttként is azért alkalmazol a mentalitásodban, vagy akár csak egy kis apró babona, amit tartasz, vagy akár egy étkezésbeli sajátosság. Tehát, hogy mi az, ami az orosz vonalról származik, és most fontos eleme a személyiségednek? Vodka, kaviár. Az minden mennyiségben egyébként. És nagyon érdekes, mert minden alkoholt nehezen viselek, a vodkából akármennyit tudok inni, és nem vagyok részét tőle. Hát a véredbe van. Hát ezek szerint valahogy belekerült. És hát nagy kaviáros vagyok, ez így van, hogy ezt igen, tehát ha kell, ha nem. ez meg, igen, szerintem ezek úgy beépültek valahogy az életembe. Tehát, hogy inkább azt vettem észre, hogy egy magyar közegben például mi számít, tehát mi mit jelent, mert most, hogyha csak azt mondom példának, hogy mondjuk az orosz metróban, biztos jártak az orosz metróban néhányan, én nem tudom, mondjuk a 2000-es évek elején, nem tudom hány éves voltam, 20, 18, 19, nem tudom kiszámolni, mindegy. Szóval, hogy nem vagyok egy ilyen erőteljes, tolakodó ember, én inkább úgy meghúzódom a háttérben, de azt vettem észre, hogy lementem a metróba, el akartam menni valahova, akartam venni jegyet, és a jegypénztárnál ugye
hát néztem, hogy hol a sor, és nem lehetett látni, hogy hol a sor, beálltam a sorba, és mindenki így elém tolakodott, és benyomta a kezét ugye a pénzzel, hogy kapjon jegyek. És egyszer így lögdöstek félre, és mondom, na, hát ez nem jó, ez nem esik jól, úgyhogy majdnem megsértődtem. És akkor láttam, hogy nekem be kell szállnom ebbe a flow-ba, mert különben soha az életben nem lesz jegyem, hogy valahogy oda kell tolakodnom, és akkor egyszer csak így felszívtam magam, és mondom, most orosz vagyok, most teljesen, most nem csak félig, és így benyújtottam a pénzt, akkor én is kaptam, és például nincs olyan, hogyha fellöki egymást két ember, mondjuk egy zsúfolt orosz metróban, hogy bocsánatot kér, mert ez egy természetes dolog. És azt hiszem, hogy mi Magyarországon ennél, hogy is mondjam, jól neveltebbek vagyunk valahogy, tehát, hogy valami történt, elnézést ráléptem a lábára, meg ott nincs ilyen, mert ugye az emberek megszokták azt, hogy nem tudom, bombariadó volt, akkor oda mentek le a metróba, az mindig egy ilyen. Szóval valahogy nem, hogy mondják ezt magyarul, ceremóniátlanok, amikor nincs, tehát nem csinálnak ilyen, milyenek? Nem toleráns, bocsánat. Nem teljesen, hanem nem csinálnak nagy ügyet ezekből a dolgokból, tehát nekik ez belefér, nekünk meg nem annyira fér bele, tehát mi zokon vesszük, tehát hogy ez szerintem egy nevelés kérdése, tehát jól neveltebbek vagyunk ilyen szempontból szerintem. Igen. Szóval igen, ezt akartam, de nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, csak ugye elkülönöztem. Szerintem részben, igen, meg amin még közben gondolkoztam, hogy akkor így félig oroszként, félig magyarként Trianon hogyan ért meg benned, vagy hogyan csapódott le? Hát nekem ez nagyon-nagyon későn csapódott le. Tehát nyilván én ugyanúgy a tananyaggal tanultam ezt, nem tudtam róla, vagy tanultam, mint a többiek. És még akkor sem, tehát igazából akkor, amikor először találkoztam határon túliakkal, és nekem még az is, hogy Erdély annyira későn tudtam meg például, hogy ez nem Magyarországhoz tartozik. Tehát tudom, hogy nagyon ciki, de hogy én azt úgy vettem, hogy Erdély az valami ilyen erdős terület, biztos valahol Magyarország, most a gyerekkoromról beszélünk, tehát nem a felnőtt koromról. És aztán amikor kiderült, hogy ezek ilyen levágott területek, és hogy amikor megismerkedtem ottani emberekkel, és megértettem a viselkedésüket, és találkoztam, mondjuk kimentem először Erdélybe, találkoztam az ottani idősebbekkel, akkor amit ott meséltek az ilyen nagyon-nagyon egyszerű és nagyon kedves, vendégszerető öreg parasztbácsi, parasztnéni, akik mondjuk népdalénekesek, akiktől lehetett gyűjteni. Tehát ott hallgattam, vagy ott hallottam először ezeket a történeteket, és akkor esett le, hogy ez tulajdonképpen egy kicsit olyan szempontból hasonló az én történetemhez, hogy én is mindig olyan kicsit így úgy éreztem, hogy lebegek a levegőben, hogy jó ez egy nagy kincs, hogy orosz is vagyok, meg magyar is vagyok, de tulajdonképpen olyan érzés, mintha egyszerre mind a kettőhöz tartoznék, de valójában nem tartozom egyikhez sem, mert mindig egy kicsit, ha orosz vagyok, akkor inkább, még picit inkább a magyart érzem magamban, ha Magyarországon vagyok, akkor egy kicsit azért vagyok furcsa, mert lehet, hogy az orosz gyökerek miatt. Mostanra már ezt megszoktam, ezt az állapotot, de ezt éreztem nagyon sokszor a határon túliaknál, és azzal a különbséggel, hogy ugye ők nem hozzák azt a fajta győztes nemzettudatot, amit mondjuk én anyukámtól kaptam. Mondjuk ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert mára ennek is így megváltoztak ezek a színei, ahogy ő belém plántálta ezt, hogy erre nagyon büszkének kell lenni. Most már ugye van róla saját véleményem, és akkor úgy ezzel is olyan nagyon óvatosan vagyok. Szóval ez, tehát hogy lehet, hogy győztes nép, csak hát ártott is nyilván, mint minden ilyen nagy hatalom nagyon sok mindenkinek. És a lovak a ködben számomra valahol a felnőtté válásról is szól. Most egy kicsit spoilerezek, de hogy talán akkor válik a főhősnő felnőtté, amikor el tudja engedni az első szerelmét, és talán akkor is, amikor dönteni tud
az abbéli kérdésben, hogy melyik az ő otthona igazán. Úgyhogy erről szeretnélek titeket faggatni, hogy ti mikor éreztétek az otthonosságot, a felnőtté válást, már amennyiben ez nálatok összefügg, és hogy például a sikerekkel összefügg-e. És akkor itt most mondtam, hogy majd összekötöm a lovak a köt bennel azt, hogy New Yorkban is kaptál díjat, hogy például ezek a visszaigazolások, ezek mennyiben útmutatók arra vonatkozólag, hogy mondjuk a helyeden vagy? Hát az, hogy mondjuk kapok egy díjat, az inkább szakmailag nem is az, hogy még csak az se, nekem még csak az sem adja, hogy a helyemen vagyok. Azt úgy is én döntöm el, azt valahogy mondja a belső órám, vagy a lelkem. De az, hogy valamit díjaznak, vagy valakinek tetszett, amit csináltam, az nagyon jó érzés. Tehát ez egy nagyon jó visszajelzés, ez egy jó érzés. Tehát, hogy most már kicsit meg is tanítottam magamat arra, hogy ilyenkor kicsit meg kell nyugodni, merni kell magamat vállon veregetni, stb. Tök jó. Az egy másik dolog, hogy New Yorkban minden hónapban vannak ilyen külföldi fesztiválok, és de nagyon sok fesztivál van eleve, nagyon sok filmfesztivál Amerikában, New Yorkban is, Los Angelesben is, meg mindenféle más városokban. De természetesen ez egy... Hát ez egy nagy visszajelzés, meg nyilván egy ilyen jó, egy hír Magyarországon, hogy ilyen történt, és beírhatom az életrajzomba. Mi volt még ez a kérdésed? Hogy... Tulajdonképpen így az otthon, akkor igen, ezek a biztos pontok, ami közül egy ugye az otthon, a másik lehet egy ilyen szakmai sikeresség, innen jött a gondolatmenet. Aha, az otthon az nekem talán nem helyhez kötött, az emberekhez kötött. Tehát, hogy nem is országhoz, hanem inkább emberekhez, akik között élek, és akikkel... nagyon szoros kapcsolat alakult ki már, akik nélkül nem tudnám elképzelni az életemet. Igen, és neked is végül ugyanerre szeretnék rákérdezni. Egy mondatot ehhez, amit most a Kátya mondott meg, amit kérdeztél meg szorosan, hogy Selmecbánya, az Ezüst Macska Selmecbányán játszódik, ugyan nincs beleírva, de hamar megfejtették, mert valóban Selmecen képzeltem el az egész történetet. Sok minden valódi Selmeci benne, még a meséi legendáinak egy részét, de én nem írtam le, hogy Selmec, és ha nem fejtik meg, akkor sose árultam volna el, mert szerintem lényegtelen, tök mindegy, hogy ez a kisváros Morva, vagy Cseh, vagy akár egy francia hegyi városka is lehetne. De a dolog lényege az, hogy nekem tényleg Selmec, azért, mert olyan egyetemista korom körül beleszerettem a városba, előtte nem ismertem. Egy nagyon kicsi, nagyon múltas, valaha, valamikor Károly Róbert, tehát az Anzsuk idején Európa egyik legerősebb, legfejlődő, hát világos ezüstbányászat, kicsi arany is volt talán, meg mindenféle egyéb drága ércek. Imádtam a várost, könyvet írtam róla, majd amikor meghalt benne egy idős néni, van egy haverom Selmecen, jó barátom Selmecen, nálam idősebb 16 évvel, Ébert Andrásnak hívják, és náluk mi sokat szálltunk meg gyerekeimmel, még akkor, már akkor is, amikor nem voltak gyerekeim, tehát messzi időkben, és aztán a gyerekeimmel, és tekerektem kettesbe a kisebbik lányommal, aki 3 éves volt, és 4 éves, tehát ilyen szinten ismerem a várost. És meghalt az a Sári néni, aki nekem a várost jelentette. Mert mindent tudott, mert mindent ismert, mert ugyan német férje volt, akivel soha az életben nem lehetett együtt, mert 45-ben jöttek össze, és 44-45-ben is, hogy vonultak vissza a németek. A Sári néni 18 éves szerelmes lányként elment vele, amerikai fogság a férje ide, ő meg hazajött 46-ba, nem a mai Magyarországra, mert Selmecbánya nem is volt a visszacsatolt részben, tehát hazament Szlovákiába, a városába, és soha többet nem engedték ki. Tehát nem látta többet a férjét, a német férjét, nem látta a férj soha a gyerekét, 46-ban született meg az András. Tehát ez egy fura élet, én oda valahogy úgy becsöppentem. És amikor a Sári néni meghalt, akkor még ugyan volt vagy 16 család Selmecbányán magyar. De nem azok, akikhez nekem közöm volt, és hogy a Sári néni meghalt, elvesztettem Selmecbányát, kevéssé járok, tehát teljes mértékben igazad van, a hegyeim az enyémek.
a bükk, a mátra, a bakonya, nem. Tehát minden az enyém. Addig, amíg az enyém. Addig, amíg a miénk. Mert nem a vízhez, nem a földhöz, nem a hegyhez. Persze ahhoz is, misztikus módon, vagy transzcendens módon, vagy gyökerekre gondolva, tehát sok-sok-sok módon, tehát én nem ereztem Erdélyt, vagy nem ereztem a felvidéket akkor sem, amikor nem lesz ott egy magyar se. De az már nem az a felvidék lesz, és nem az az Erdély lesz. Az, amelyik az enyém volt, vagy amit mi magyarok, vagy akár a szászok, vagy a románoknak az a része, aki tőzsgyökeres Erdélynek vallja magát több száz éve, azok is másképp viszonyulnak a regáti, vagy havasalföldi, vagy moldvai, vagy bukaresti betelepülő románsággal. Tehát igenis köt a hely, szín, a hegy, a völgy, a földrajz, de mégis alapvetően az ember. Igen, és ezt tulajdonképpen elmondtad írói technikaként is még egy jó pár kérdéssel ezelőtt, amikor a színekről faggattalak, mert én amikor rád gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy mondjuk Selmecbánya vagy a helyek, nagyon intenzíven érzékelem a helyeket, amelyek megjelennek a novellákban vagy a regényekben, és hogy valóban te az emberek által olyan szinten láttatod mégis azt a közösséget, azt az atmoszférát, hogy bár én még soha nem jártam ott, de szeretnék, olyan, mint hogyha már jártam volna. Se Selmecen, se Andalúziában törölni Norvégiát. Én Andalúziában jártam. Igen. De személy szerint azt még így elárulnám, hogy nekem az ezüst macska a kedvencem, bár lehet, hogy neked ezt már mondtam, úgyhogy nem baj, hogy most nem figyeltél. És még az egyik méltatód, nem tudom pontosan kicsoda, így ír erről, hogy Kródi Gyula éjszakai égboltjának ragyogása és mixált kövér mosolya a boszorkányos múlt visszaépítő káprázatokban. Bevallhatom, hogy ki? Igen. Mert azért az nagy, nekem az nagy öröm volt. Első könyvem, és még azt is megengedte, hogy az első kiadás fülszövegére oda tehessük, Juhász Ferenc. Le is írta, meg is engedte. Tényleg ez olyan Juhász Ferences volt. Megvan kézírásban is ez a szöveg, amit erről ír. Kicsit barokkos, több jelzőszerkezetet összekapcsoló stílus. Na, de hogyha már így beharangoztuk Selmecbányát, meg az ezüstmacskát, akkor szerintem hallgassuk meg az egyik kedvenc részletemet ebből. Torhás Fekete János, a kutyapecér feleségének a férje, ne szemérmeskedjünk, mondjuk csak ki a sintér. Szelíd, mondhatni galamb lelkű ember volt. Dehogy is sintér. Tanult hivatása szerint korboncnok lett volna, még nem egyszer egy szörnyűségesen kövér férfi, horribile diktú, egy közel kétmázsás pap holttestét kellett feltrancsíroznia. Bárminő különös legyen is, az egyházi férfiú szerelmi bánatában úgy kereste és lelte meg a halált, hogy magába tömött több marék festékgombot, majd felhajtott rá egy üveghigítót. Mire a korboncnok úr asztalára került, az amúgy is grandiózus test úgy felfúvódott, akár egy kisebb léghajó. Hogy a boncasztalon dagadozó hullához rendesen hozzáférjen, Tarhás Fekete Jánosnak székre kellett állnia. És midőn belevágott cikéjével a hasfalába, a test, akár az érett görögdínje magától repett tovább. A büdös feszítő szelek sivítva távoztak, és a megnyíló sebből borzadály, festékfoltos angyalkák százai pilikéltek elő. Csapzott szárnyaikkal verdestek. Ott csapkodtak a szürke boncasztal fölé lógatott bádogernyős, lámpaégők vakító hideg fényében, és a korboncnok úr hiába kapdosott utánuk kétségbe esetten, amint megérintette valamelyiket, az aprócska sóhajjal menten szétmállott, pacává kenődött a tenyerén. Zihálva, kiizzatva riadt föl álmából, és hiába, hogy csak Lidérc nyomás volt az egész, attól kezdve a korboncnok úr bárminő holttetemnek csak a látványától is menten rosszul lett. Mit volt mit tenni, más hivatás után kellett néznie.
És az éppen megüresedő kutyapecéri állást az orvostudomány eme levitézlet képviselője nemhogy megfelelőnek, de egyenesen testre szabottnak érezte. Úgy vélte tán, hogy a szerencsétlen kóbor állatok hajszolásában teste-lelke ismét megedződik. Igen ám, de a lélekedzés eme ötletes módja nem vált be. Mert fényes nappal, szó ne érje a ház elejét, látványos hajszában befogta ugyan az utcákon kódorgó ebeket, de aztán megesett rajtuk a szíve. Száraz kenyérrel, kevéske ételmaradékkal megetette őket, aztán az éleple alatt szabadon eresztette valamennyit. Rendjén is ment a dolog, egészen addig, míg a ma bizonyos csütörtöki napon, ott a vasútállomáson, a két asszony riadt tekintete össze nem találkozott. Mert a cukrászat üzletasszonya állta a szavát. Az ominózus eset délutánján teával várta vendégét, Tarhás Fekete János feleségét. És a két asszony úgy összebarátkozott, hogy midőn a búcsú pillanata elérkezett, a Viktória tulajdonosnője két hatalmas papír stanicivel és a következő szavakkal bocsátotta útjára a meghatottan hálálkodó fiatalasszonyt. Kedvesem, maga volt a gyönyörűség. 5 éve nem beszélgettem ilyen jót. Tudja, kedves, lelkendezett az okos és mutatós, mégis magányos nő. Tudja, hogy eztán minden délután elvárom teára. És ne szabódjon itt, mint a pap agara, rázta le magáról az asszonyka vonakodó szavait, legalább megszabadít a kétnapos süteményektől, mi egyéb romlandó maradékoktól is. Máskülönben a... Hogy kell ezt mondani? Máskülönben a Tajfel Konrád büdös disznai elé kerülnek a Stefániáim, gyönyörű minyonjaim. Hát már engedtessék meg nekem. És lőn. Attól kezdve a két asszony békés, kellemes délutánokat töltött együtt, illatozó tea mellett trafikálván meg a világ dolgait. Hóna alatt pedig rendre két hatalmas papírzacskót szorongatva tért meg otthonába a szép asszony. Ezennel hát paradicsomi állapotok köszöntöttek az elárvult kutyákra. Ám de a poklok kínjai a szerencsétlen kutyapecérre. A zacskókból ugyanis számolatlan kerültek elő a mazsolás édességek, lekváros fánkok és egyéb mesés finomságok. A napközben látványos hajszával befogott éhes állatokat, este bőséges lakoma kárpótolta az átélt ijedelmekért. A dolog idővel odáig fajult, hogy a jól lakott álmos ebek már nem is akartak éjszakára távozni. Elnyújtóztak az otthon melegét sugárzó, biztonságot jelentő, minden külső behatolási kísérlet ellen durva vashálóval is megerősített ketrecekben, és hangos hortyogással adták tudtára a világnak, hogy sorsuk ilyetén alakulásával maradéktalanul elégedettek. Úgy kellett az éj közepén felverni őket, és kitessékelni a sintér telep kapuján. Nappal aztán újból nekiindult a galamblelkű kutyapecér, immáron azért, hogy bizonyítsa, munkájára múlhatatlan szükség vagyon, és újabb meg újabb kiéhezett, lesoványodott állat kóstolhatott bele a Viktória mindenkor fönséges kínálatába. De mert a kisvárosban mégiscsak korlátozott a kóbor ebek száma, idővel csupa kövér, mandulás kiflin, kuglófon kigömbölyödött állat emelgette unottan a hátsó lábát a zegzugos utcáskák villanyoszlopainak tövében. Csapatokba verődve döcögtek a gírbe-gurba gyalogjárókon, szánakozva pislogtak be egy-egy udvarba, melynek kerítése mögött irigyen csörgették láncaikat egy némely gazdával megáldott fajtársaik. Leginkább mégis heverésztek, naphosszat a pékségek, cukrászok környékén tanyáztak. Bundájuk fény lett, békés pofájukon idült, álmos vigyorült. Szemtelenül, csak nem fitymálólag szimatolgattak bele a piacról hazafelé igyekvő háziasszonyok nehéz kosaraiba,
A papot és a postást megugatták, de mintha régi ismerőst, jó barátot köszöntenének, vidáman vakkantottak a triciklién tovakarikázó fagylaltos után. A kutyapecér pedig lassan az orrát is alig merte kidugni otthonából, mert ha csak megpillantották a rémisztően felfegyverkezett embert, azon nyomban szeretettől elhomályosult tekintetű, asztmásan lihegő állatok csapatai vetették utána magukat. És a szerencsétlen, akinek láttam még a legpróbáltabb gladiátor szívében is megmoccant volna a félsz, hiába menekült. Szörnyű harapások ellen alaposan kibélelt nadrágjában, tömött pufajkájában szinte mozdulni sem tudott. Hálója folyvást a lábára tekeredett, az övére akasztott bunkó a térdét verte, s ráadásul, hogy minden menekülési kísérletet lehetetlenné tenyen, a baljában szorongatott, hosszú póznára erősített acélhurok, hol a járdát szegélyező fák ágaiba, a kerítések lécébe, hol pedig az ereszt csatornák cirádás vasrácsába akaszkodott. Nem csoda, ha ama kóbornak mondott ebek, akik elérzékenyülten nyüszögve, nyefegve, nyihogva, csaholva üldözték, szeretetük tárgyát rendre utól is érték. A kicsik ők áncsolták, a nagyobbak pajkosan taszigálták, játékosan fellögdösték a szamurájt formázó embert, mellére hágtak, orcáját nyalogatták, nedves orrukat kedveskedően a fülébe, hónajába döfölték. Istenem! Nyögdécselte ilyenkor a földön kiterült ember. Édes jó Istenem! Miért nem engedsz egy kicsinkét? Csak egy egész kicsinkét vérszomjasnak lennem. Aztán föltápászkodott, összeszedegette utált mesterségének szerte szóródott kellékeit, és a kutyák gyűrűjében megadóan hazafelé indult. Úgy lehet, az idők végezetéig rendjén ment volna minden, ha egy hosszú téli estén Bernáthegyi Salamon nem dönt úgy, hogy ellátogat a kuplerájba. A dohánytőzsdei elárusító úr romantikus, tiszta lélek volt. Egy nemes kalandor, egy érző szívű kortez. Gyermekkorában sok csúnya élcet, kegyetlen diáktréfát, megalázó csínyt kellett eltűrnie aprócska termete miatt. Bizony-bizony, gyakorta menekülnie kellett. De belül, ahol Don Quixote és Zrínyi Miklós szíve dübörgött, belül soha nem tört meg. Ha futni kellett, hát futott. Nem ő futott, hanem a vademberek űzte hős, a konkvisztádor. Álmaiban idegen földrészeket fedezett föl, sziklavárakat vett be egyetlen rohammal, s Marcóna legényei egyszerűen istenítették. Istenítették, mert az aranyat, a kincseket mindig igazságosan osztotta el. Azóta ugyan a trafikos úr nem vezetett több hadjáratot, sem a pöcegödrök, sem a mohos falak ellen, ám de kalandra éhes lelke nem hagyott neki nyugtot. Talán éppen eme nyughatatlanságnak volt köszönhető, hogy immáron 10. esztendeje megözve gyűlvén, bocsánatos bűnt követel, ha enged a vágyának és a kíváncsiságának, és ellátogat a város alsó szegletébe, a kötőgyár melletti sötét utcácskába, ott is a Liza asszony nevezetes házába. Amint azt mondani szokás, az elhatározást tett követte. Tetőtől talpig alaposan megpucolkodott, illatos vizekkel bőven locsolt a testének számos hajlatit, orlukából és füléből kigyomlált némely csintalan szőrszálakat, bajuszát megkenegette és megpödrötte, végül, december volt már, erősen fogyott, vette a kabátját, és elindult a kuplerájba. A Viktória kirakata előtt lépdelt éppen, amikor valamiféle karácsonyi hangulat, boldog adakozó kedv szállta meg a lelkét.
az jutott eszébe, hogy bizonnyal örvendeznének a Liza asszony báránykái, ha néhány illatozó krémessel kedveskednék nekik. Így hát a trafikos úr egy hatalmas, gusztusosan csomagolt süteményes tálcával a tenyerén fordult be az Alsó Rózsa utcába. Csak néhányat lépett a gyöngén megvilágított utcán, aztán gyanakodva megállt. Hallgatózott. Megindult, ismét megtorpant. Csönd volt, bántóan üres csönd. A fák ágain, a házak oldalában, az árok szélen finoman sziporkázott a hó. Lélek sem mutatkozott. A trafikus úr mégis esküdni mert volna, szinte bizsergett bele a háta, hogy minden mozdulatát figyelik. Háta mögül halk neszezést hallott, karcos kis zörejt, mint ahogy könnyű szellő libbent odébb száraz falevelet, roppant a hó. A trafikos úr megpördült, aztán halkan, egész halkan felnyűszített. Iszonyat volt, uraim, iszonyat, hörögte órákkal később az ezüst macska ivójában, még mindig az átélt borzalmak hatása alatt. Kiéhezett szörnyek, vérszomjas ordasok egész armadája, még a vér is meghűlt bennem, sátáni kaján vigyorült a pofájukon, nyelvük a földet sepregette, szikrázott a szemük, és hatalmas agyaraik mögül torkuk mélyéről a dögszagú lehellett párája gomolygott elő. Így látta az esetet a trafikos úr. De vajon mi lehetett a valóság? Mindössze annyi, hogy a városka kóbor ebei gyorsan szagot fogtak, ami tekintve a dohánytőzsdei elárusító úr alakját körüllendő pacsuli felleget nem kis teljesítmény. És az ismerős sütemények illatát megorrontva, mintha dróton húzták volna őket, a felajzott vénember nyomába szegődtek. A trafikos úr tehát megpördült, halkan felnyűszített, majd, és ez bizony kevésbé koros emberektől is mutatvány számba menne, farolva, tenyerén a süteményes tálcát egyensúlyozva sebes galoppozásba kezdett. Nem kellett bíztatás a kutyáknak sem. Játékosan, viháncolva, vidáman csaholva vetették magukat a se nem holt, sem eleven ember után. Bernáthegyi menekült, vitte az írháját, aztán még mindig tolatva, ügyesen vágtába csapott. Végül pedig éppen a Liza asszony házával szemközt, amikor az ebek már-már utolérték volna, lásd csodát, a vénember felszökött egy fára. Lihegve kuporgott az ágak közt, és rémülten figyelte az alant csoportosuló, egyre szaporodó falkát. És micsoda teljesítményekre képes az ember, ha nyomorult életét érzi fenyegetve. Tenyerén még mindig ott billegett a fa sötét ágai közt haloványan világlott a süteményes tálca. A trafikos úr, miután kicsit kifújta magát és elfészkelődött a jeges ágak közt, törni kezdte a fejét, hogy mihez is foghatna. Szemközt hívogatóan világítottak a Liza asszony házának gondosan elfüggönyzött ablakai, és a dohány tőzsdei elárusító úr még a zongora hangját is kiszüremkedni vélte. Csak nem, hogy világcsúfjára reggelig fogok itt kotlani, gondolta, és összerászkódott. Na nem, füstölgött magában. Azt a szégyent már nem, hogy épp a bordéllyal szemközti fán. De ahogy lepillantott, és látta a minden mozdulatát árgus szemekkel figyelő kutyahadat, hát mégsem lefelé indult, hanem egy kicsit följebb hágott. Szégyen ide, szégyen oda, gondolta, egyebet nem tehetek, segítségért kiáltok. Kiáltott volna is, de a hidegtől, s talán az ijegységtől úgy berekedt, hogy csak egy a végóráját élő kehes lóéhoz hasonlítható hörrenés szakadt fel a torkán.
Ezen aztán végképp neki keseredett a szerencsétlen flótás, és kínjában gyűrögetni kezdte a süteményt borító papírost. És akkor, mint egy villámcsapásra, megvilágosodott az elméje. Olyan vadul tépte fel a csomagot, hogy az ismerős papírzizegésre erősen megbojduló kutyák közé majd alá nem vitorlázott. Kis ideig hideglelősen figyelte a nyüzsgő, felfelágaskodó, láthatóan az ő rágós húsára, öreg csontjaira ácsingozó vérebeket, majd hátát keményen a fatörzsének vetette, és szemügyre vette a kibontott csomagot. Kiválasztotta a leggyönyörűbb krémest, tetején kicsit latolgatta, vagy tenyerén kicsit latolgatta, majd minden erejét összeszedve a kupleráj legközelebb eső ablakába vágta. Tompa puffanással freccsent szét, csúszott alá az üvegen, majd hullott a kerítés mögé fehérlő hóba. A Viktória habos költeményeinek eme jobb sorsra érdemes szép példánya. A kutyák megrándultak, de látva, hogy az ínyes falat a kerítésen túl elérhetetlen régiókban ér földet, nagyot sóhajtottak, s nem mozdultak. A trafikos úr meregette a szemét, hegyezte a fülét, de mind hiába nem lebbent a függöny, és a belülről halkan csorduló klimpírozás sem maradt abba. Ráadásul felerősödött a zongora hangja, csilingelő kacaj röppent, aztán egy mélyen zengő férfi hang rákezdett a dalra. Kecskebéka felmászott a fűzfára, annak is a legmagasabb ágára. Bernáthegyi előtt elsötétült a világ. Bugyborékoló sivítást hallatott, akár egy túlhevült szamovár, aztán egy hörrenéssel tálcástul odavágta mind a maradék süteményt, ahol az ablakot sejtette. És akkor, csodák csodája, van Isten az égben, abba maradt a klimpírozás, majd kisvártatva megnyílt a bejárati ajtó. Széles fénysugár szökkent az összetapodott hóra, a nedvesen sötétlő kerítésre, és a mennyei fényben megjelent egy asszony sötét árnya. Az isteni hölgy, a mentő angyal, tollal prémezett köntösét fázósan összefogva vaksin merett a sötétbe. Bernáthegyi Salamon, akibe egyszerűen visszatért a remény, minden szégyen érzetét feledve boldogan kiáltotta neki. Ami annyit jelentett volna, hogy édes drága, egyetlen, mostantól örökkétig imádott gyermekem, kérem segítsen. Mert az ártatlan gyermek ijedten visszahőkölt, meg aztán a trafikos úr maga is úgy érezte, hogy talán nem volt eléggé meggyőző, sietve hozzátette még azt is, hogy ami pedig nem egyebet jelentett, miszerint abban az esetben, ha a gyönyörűséges hajadon hajlandó lenne telefon útján értesíteni a mentőket, a tűzoltókat és a katonasságot, a sorrend nem kötött, tetszés szerint változtatható, akkor bizton számíthatna rá, hogy a trafikos úr semmiképpen sem felejtené el megemlíteni a nevét, imádott dulcineájának imádott nevét a végrendeletében. Nos, az ifjú, ám de tapasztalt hölgy, vagy régen nem hitt már a felelőtlen szép ígéreteknek, vagy dúskálhatott a földi javakban, mert szemét a fán hörgő, morgó Bernáthegyi felé meregetve előbb idegesen összerázkódott, majd rezignáltan így kiáltott. Fúj! Kusz, te büdös! Mi történt, Tereza? Valami baj van? Semmi, csak egy bagzó macskát hajtanak a kutyák, fordította szép pofikáját a fény felé a Terezának nevezett hölgyemény, majd köntösét összébb rántva a kilincs után nyúlt. Bernáthegyi akár a ketrecének rácsait tépő gorilla vadtombolásba kezdett. Mint egy tébolyult rázta a fát, aztán az öklét is tépte, cibálta az ágakat, a hidegen csörgő golyakról sűrűn szitált a fagyos hó, majd újból kiáltani próbált, de most már végképp nem jött ki hang a torkán, csak valami elfajzott sziszegés. Aztán kahicsolt is párat, végül két hatalmasat tüsszentett. Megveszett ez, vagy mi a szösz? Bámult elborzadva a nő a sötétbe, majd ingerülten köntösének zsebébe nyúlt.
fúj! Nezlete rühös, még neked áll följebb! És ijegységének minden dühét beleadva a fák ágai közül feléje világló szempár közepébe vágott egy szép kövér narancsot. Először a lédús gyümölcs, aztán az ajtó, és így reményeiben hősünk is becsapódott. A trafikos úr, aki a legkevésbé hasonlított valamiféle felhevült kandúrhoz, fájdalmasan károgott egyet, aztán felzokogott. Ám abban a pillanatban, az egyik távoli gázlámpa fényében feltűnt egy túlvilági árny. A dohánytőzsdei elárusító úr, amint észrevette, egy hatalmas, rémült csuklással nyomban elhallgatott. Mit elhallgatott? Előbb kis hián elájult, aztán szinte köddé vált, összetöpörödött, a fakéreg réseibe gyömöszölődött. Ó, Uram, édes Istenem, mit tartogatsz még nekem? Szorította könnyben ázó orcáját a durva kéreghez. Miért sújtasz ilyen kíméletlenül engem? Irgalmaz mindenható. Hát tényleg olyan nagy bűn az, amit még el se követtem. A rémisztő, túlvilági alak pedig csak jött, oszloplábait nehézkesen rakva, de mindegyre jött. Ahogy a gázlámpa fényköréből kilépett, gólemi alakja eltűnt, és az utca sötétjében csak a súlyos medveléptek ropogása hallatszott. Bernáthegyinek már az is átviharzott az elméjén, hogy akkor már inkább a toportjának közé veti magát, rúgni és harapni fog, marcangolni az új protézisével, valahogy talán átverekszi magát az ordas haton. Aztán mégsem mozdult, mert a következő lámpához közeledve fokozatosan ismét kibontakozott a homályból, testet öltött a szörnyeteg. És akkor a dohánytőzsdei elárusító úr örömében felsikoltott, mert az apokalipszis gyalogharcosában felismerte Tarhás Fekete Jánost. Ha a sintér képében érkező felmentősereg egyszerűen csak megszabadítja szorultnak vélt helyzetéből a trafikos urat, akkor történetünk itt be is végződik, mondta Kászonyi Kenyeres András. Ám a sorskönyvében másképpen iratott meg az eset, hiszen a java csak most kezdődik. Mert midőn a kutyák, akiket a dohánytőzsdei elárusító úr, immáron minden süteményektől mentes figurája, már csak igen kevéssé érdekelt, és akik inkább csak kíváncsiságból ácsingóztak továbbra is a fa tövében, midőn a kutyák is megneszelték a távolból közeledő kutyapecért, azon nyomban feladták vártájukat, és a szokott lelkes rohammal, égtelen csaholással szeretett mentorukra rontottak. A hűdötten bámuló trafikos pedig szemtanújává lett, ahogy később előadta, egy villámgyorsan kibontakozó véres ütközetnek. A kutya pecér, láthatta, akinek szeme van, szívósan védekezett. Aztán csak nem bírván a túlerővel térdre esett. Bernáthegyi Salamonnak, ha eddig nem kékült volna a hidegtől, most elkékült a keze a szorítástól. Olyan erővel markolta a fagyos ágat. Szinte együtt mozdult a lába, együtt vert a szíve az alant küzdő eposzi hőssel. És lám, micsoda veszett, remek egy férfiú. A kutyapecér valahogy ismét talpra keveredett, héroszi alakja az acsargó vérebek gyűrűjében lassan távolodni kezdett, míg nem a hullámzó véres gomolyag eltűnt az utca sötétjében. Bernáthegyi, biztos, ami biztos, kicsit még gunnyasztott az ágon, megkönnyebbülten sírdogált is egy sort, aztán óvatosan körülkémlelgetve leereszkedett a földre. Mint az árnyék némán loholt a sötét, néptelen utcákon, meg-megugorva, ha egy-egy kerítés mögül ráhörrent némely bízvást becsületesnek, azaz valóban harapósnak mondható egyszerű házőrző kutya. Csak a jól megvilágított főutcán az ezüst macskához érve lassította meg lépteit.
Ki sem fújta magát. Feldúltan, csatakosan, és mégis átfagyottan rontott be a fogadóba, ahol a nagyívó hatalmas asztalát körülülő baráti kompániának rendre elbeszélte a történteket. Azaz előbb csak hápogott, egészen addig, míg langyos, mézes sörökkel alaposan meg nem olajoztatott a torka. Kedves nézőink, ezzel napi aktuálrovatunk végére értünk. Most reklámok következnek, majd Karikótó Tibor szerkesztésében jelentkezik a Szentes Annó című műsorunk. Tartsanak még velünk továbbra is! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. Érdemes közösségi közlekedésre váltani 2023 májusától. Ekkor vezetik be ugyanis a buszra és vasútra egyaránt érvényes vármegye és országbérleteket. A bérletekkel a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-Hév és a Gyesev járataira lehet majd felszállni. A vármegye bérlettel az adott vármegye határáig utazhatunk buszon és vasúton. Az országos bérlettel pedig akár Magyarország teljes területét bejárhatjuk. A bérletekkel jelentősen csökkennek a családok közlekedési kiadásai, olcsóbban lehet iskolába, munkába járni vagy kirándulni. Ráadásul a környezetbarát közlekedést is támogatják. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták, szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. A 2022-23-as színházi évadban is sokszínű, változatos műsorkínálattal és ingyenes programokkal várja Önöket Szentesen a Tóth József Színház és Vigadó. Március 13-án és 14-én 10 és 14 órai kezdettel a gyermekbérletes előadás következő állomásaként Benedek Elek, Szente Éva, az égigérő fa című meséjét a Békés Csabai Jókai Színház művészei viszik színpadra. Március 14-én 17 órakor a Szentesi Szalon életmód partijának keretében Csendes napokon címmel fotókiállítás megnyitót tartanak, ahol a vendég Török Károly Kristóf fotográfus és Szabadai Csaba hangszerészek lesznek. Március 15-én szerdán 19 órától a Magyar Zenés Színház Huszka Jenő Mária Főhadnagy című romantikus nagyoperettjével áll színpadra. Március 20-án 19 órakor már Posgai Zsolt, Gulyás Levente, az Akácember című nagyszabású látványos produkciója a Szarvasi Tessedik Sámuelnek állít emléket a Cervinus Teátrum előadásában. Március 23-án 17 órakor a Szentesi Szalon művészfészek vendége Frenyó Krisztina költő, újságíró, rádiós műsorvezető lesz, aki Kávés Percek című verses kötetét mutatja be. Március 25-én 19 órakor Federico Fellini Országúton című nagy sikerű filmje Kis József író rendező átdolgozásában kerül színpadra a Békés Csaba Jókai Színház színészei által. Március 30-án 19 órától a nagy sikerre való tekintettel ismét válótársas, improvizációs est lesz Pokornélia és Schmidt Zoltán előadásában. Márciusban is legyenek a vendégeink. Várja Önöket a Tóth József Színház és Vigadó.
Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új Stihl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. A családokat támogató intézkedések 2023-tól tovább bővültek. Családi adókedvezmény, babaváró támogatás, gyermekgondozási díj. A sor januártól új adókedvezménnyel bővült. A gyermeket vállaló 30 év alatti anyáknak már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ők nem csak az új SZIA mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra is. Az SZIA mentesség a CSED, a GYED és a diplomás GYED összegére is vonatkozik, így ezeket az ellátásokat is magasabb összegben kaphatják készhez a fiatal anyák. Magyarországon minden évben újabb döntések születnek, amelyek a családokat támogatják. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. Több mint egy éve tart a háború és a pusztítás. Több mint egy éve szenved Európa gazdasága. Több mint egy éve mi fizetjük a háború árát. És Brüsszelnek még mindig nincs terve a békére. Az infláció tönkreteszi Európát, de Brüsszel csak további szankciókat erőltet. A háború végét nem a szankciók, hanem a béketárgyalások hozhatják el. Brüsszelnek meg kell hallania az emberek hangját. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Anna adását láthatják. Mai adásunkban időutazó válogatással készültünk. Kocsmán Lászlónak köszönhetően kerültek a Szentes Film Archívum birtokába az 1970-es években működő FEC amatőrfilm és fotóklub kisfilmjei. A mai műsorban elsőként egy igazi kuriózummal szolgálhatunk. A hamarosan bemutatásra kerülő kisfilm évtizedekig dobozban lapult. Az élet úgy hozta, hogy Kocsmán László 1980-ban leforgatta az anyagot, de a vágásra és a hang montírozására akkor már nem került sor. Több mint 40 évvel a felvételek elkészülte után, az eredeti forgatókönyv alapján közösen végeztük el az utómunkát. Számomra nagy élmény volt bepillantani az alkotás fontos zárófázisába, hiszen a korábban leforgatott snittek halmazából a vágás során formálódott ki a kész anyag, a hangsávok ekkor kerültek helyükre, emelve a jelenetek hatását. A film alkotójának pedig azon túl, hogy belepillanthatott a mai kor filmvágási technikájába, jó érzés volt, hogy a hosszú ideje befejezetlenül maradt projekt mégiscsak összeállt. Következzen tehát az ős bemutató. Ebben a formában most kerül először nyilvánosság elé Kocsmán László 1980-as kisfilmje, melynek címe Mint a galambok. Música
Kotymán László sport szeretete, azon túl, hogy maga is aktívan sportolt, összekapcsolódott az amatőrfilmes örökös tudásvágyával. Korábbi műsorainkban már bemutattuk az egykori kézilabdasport nagy pillanatait bemutató kisfilmjeit, most pedig az atlétika kerül a középpontba. A Dózsaház melletti sportpálya adott otthont 1973. októberében az atléták viadalának. Lássuk, milyen is volt a dobóverseny. Műsorunk folytatásában látható kisfilm Kotymán László archívumából származik. Az alkotója Kis István, aki a saját családjában keresett és talált témát. A felvétel a kívülállók számára is igazi kuriózum, hiszen egy idős ember életébe enged bepillantást, visszautazva az időben a múlt század 80-as éveibe. A következő képkockák segítségével Kis István egyszerű történet, Nagyanyám című alkotását nézhetjük meg. Thank you.
Kedves nézőink! Mai műsorunkban a Tiszti Klubban egykor működő FEK amatőrfilm és fotóklub meghatározó alakjának, Kotymán Lászlónak az archívumában található kisfilmekből adtunk közre egy csokorravalót. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Film weboldalon és YouTube csatornán. Viszontlátásra!